A Városháza tárgyalótermében foglaltak helyet a teljes polgármesterek. Az egyeztetés az orosz kapcsolattartó kezdte beszámolójával, aki a környékbeli gyerekek kiutazási lehetőségeit, illetve a megnyílt pályázatokat ismertette a megjelentekkel. Ennek a találkozónak a fókuszában is az alapszerződés módosítása állt, azonban zárt ülés rendeltek el végül. A téma a legutóbbi képviselőtestületi ülésen folytatódott, ahol dr. Bálint József polgármester, a TEIT elnöke ismertette a kialakult helyzetet. Lejárt a TEIT-nek a 10 éves szerződése a Paksi Atomerőművel, és a Paksi Atomerőmű javaslatot tett 4 éves szerződés kötésére bizonyos feltételek teljesítése esetén. Ez pedig azt jelenti, hogy a 12 kilométer, tehát az atomerőmű meghatározott pontjától, pontosan meghatározták, 12 kilométeres körben lévő települések legyenek a TEIT tagjai. Jelenlegi szabályzás szerint ez csak jövő év elejétől lett volna lehetséges. Ezért vált szükséges az alapszabály módosítása. Ez csupán az első lépcsője a most indult folyamatnak, ugyanis több lépésben bővülne a társulás. Az új szabály szerint az atomerőmű 12 kilométeres sugarába tartozó települések csatlakozhatnak a társuláshoz minden hónap elején. Ennek az a rendje, hogy a társulási tanács állásfoglalt, elfogadta, de a testületeknek, minden egyes tagtestületnek el kell fogadni minősített többsége a módosítást. Most ez zajlik, január 31-ig mind a 13 képviselő testületnek döntenie kell, és az kerül az atomerőmű elé, ott már a konkrét szabály módosítása, illetve ugye időközben majd be kell érkezni a fölvételi kérelemnek a három település részére, akkor módosításra kerül már akkor a új alapszabály szerint, tehát nem csak ez, és gyakorlatilag akkor nyílik meg a csatlakozási lehetőség. Csatlakozni azonban nem kötelező, ez a településeken áll. A kalocsai testület az új szabályozást végül 11 igennel elfogadta.